nyugis volt szerintem. Egy jó húzós tempót tudtunk autózni, nem aludtunk be az első körben sem, sőt ott szereztünk megnyugtató előnyt is a mögöttünk lévőkhöz képest. Folyamatosan hozzuk ezeket a negyedik időket, és így nap végén is negyedikek vagyunk. Azt szerettük volna, az volt a célunk, hogy jó elől tudjunk indulni holnap, mert az meghatározó lesz. Azt a mai napból is láttuk, hogy negyedik, ötödik autónál már nagyon koszosodott a pálya. Úgyhogy ez megvan. Azt gondolom, hogy tudunk ebben a ritmusban tovább autózni, és meglátjuk, hogy mi történik előttünk, meg mögöttünk. Különösen jó hangulatban autókázunk most Lacival. Hozzuk is, úgy gondoljuk, ezt a abszolút negyedik időt. Nagyon jó pályák egyébként, csúszás nélküli a mai nap, kicsit technikásabbak, de vannak benne lobogós részek is. Hoztuk ezt az abszolútban, ezt a negyedik időt. Sajnos a MÁD az megtréfált minket a mai nap folyamán, és kaptunk egy nagyon durva defektet, féktárcsán jöttünk le a végén, és Laci 150-nel vállalta még úgy is. Szerencsére az autó kibírta, aztán a Hadik tímnek köszönhetően újra varázsolták a szervizből az autónkat. Nem tudjuk, hol kaptuk az első MÁD-i gyorságin a mai nap folyamán. És a felénél, ahogy felértünk a gerincre, ott már egy bal hármat nem tudtunk elfordulni, a jobb elejével lefektet kaptunk, és lejöttünk vele. Mondom, ha megállunk, akkor biztos, hogy kiesünk az egész napos játékból. Úgyhogy lejöttünk vele, a végén szétrobbant a felénél, a murvás részen, úgyhogy a féktárcsán kellett jönnünk, a célegyenletben szerintem 150 környékén is jöttünk. Meg kellett fékezni a célkanyart, hogy egyáltalán be tudjunk rajta fordulni, mert na mindegy, érdekes volt, de megérte, úgy tűnik. Lejöttünk ötödik helyen, és így az év végén is megvan, úgy néz ki az ötödik hely, hogyha a powerünk a negyedik marad. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Lacinak az idejévet, a Hadik Rally Teamnek a tökéletes autót és a családi hangulatot, családnak és a szurkolóknak és mindenkinek, hogy itt lehetünk.